Mindjárt itt a vége az első hónapnak a kínai asztrológia szerint, és a tigris hónapból szépen átlépünk a nyúlhavába. Mindez március 5-én hajnalban 3 óra 23-kor fog megtörténni, és talán két nagyon fontos üzenete van ennek a hónapnak. Az egyik az önállósodás. Ez a hónap ez arról fog szólni, hogy valamiféleképpen önállósodjunk, valamiféleképpen a saját döntéseinkre és a saját akaratunkra támaszkodjunk, és arra, hogy ezt véghez vigyük egész egyszerűen. Ezen kívül a nagyon fontos üzenet még, hogy minden, de minden szabályt tartsatok be, a legapróbbakat, ne most hajtsatok gyorsan, ne most legyetek őrültek, ne most keressetek kiskapukat. A nyúl és a sárkány arról szól, hogy minden szabályt be kell tartani, mert különben nagyon nagyot tudsz koppanni. Ezen kívül jellemző lesz ránk egyfajta racionalitás, annyira nem az érzelmek fognak vezérelni, pedig ott lesz bennünk a spiritualitás, mégis hogyha ez a két állat találkozik, akkor hajlamosok arra, hogy mindent lecsupaszítsanak, és csak a racionalitás szintén nézzék. Hogyha valakinek a múlt év az kedvező volt, akkor élvezni fogja most a márciusi energiákat is, akinek viszont nehézségé voltak múlt évben, annak most ezek egy kicsit előjönnek újra, egy hónap erejéig. Nagyon jó még ez a hónap, hogyha bármit tanulni szeretnél, vagy bármiféle tanulmányt el szeretnél indítani, vagy tanfolyamot, vagy iskolát. Erre tökéletes ez a hónap. És hát természetesen, mint minden hónapnak és minden időszaknak vannak olyanok, akik jobban fogják érezni magukat, vannak akik nehezebben. Akik jobban fogják érezni magukat, és egy kicsit úgy megnyugszanak, vagy energiával töltődnek föl, azok a kutyák, a disznók és a kecskék, és természetesen a nyulak. És akiknek pedig nehezebb lesz ez az időszak, és azért fokozottabban oda kell figyelni, és a végére jól el is fognak fáradni, mert hogy a március végére, azok a patkányok, a sárkányok, a lovak és a kakasok. De azért alapvetően, hogyha arra koncentráltok, hogy egy, szabályokat betartsátok, kettő, tanuljatok valami új dolgot, és három, próbáljatok önállósodni valamilyen szinten, akkor azért alapvetően ki tudjátok hozni a legtöbbet a márciusból.